fogad. Úgyhogy eléggé kellemes az időjárás, úgymond a május 23-án. Senki se tudja, meg ha tolunk itt egy gyors kört. Vagy ha bukta van, én majd mindent szépen levajázok. Látható a videó alatt egy ilyen sebességmérő, persze mivel a kamerában van GPS. Kezdjem nektek a videót a zöld háttérrel. Tehát ez a zöld háttér egy nagyon egyszerű, ez a legalapvetőbb, egy, veszel egy zöld lepedőt, és beteszed a hátad mögé. Na most a profik különféle megvilágítással csinálják ezt. Ezt a filmeket is egyébként innentől kezdve fogod tudni. Ha rákeresel olyan green effect, akkor meg fogod látni, hogy a legkomolyabb filmstúdióktól kezdve mindenki ezzel dolgozik. És hogyan lehet ezt eltüntetni? Így, és már is fáklyák között vagyunk. Na most arra ugye, hogy például milyen legyen a pofám, ugye most sötét a háttér, és az én pofám is sötét legyen, erre meg például az After Effect lenne a tökéletes. Ennyire azért szerintem nem éljünk bele, nem igazán fogok nektek ezzel bohóckodni, ezt érdekességképp mutattam meg, hogy a videózásban azért lehet, oda teszed igazából magadat, ahol akarod, én ezt még soha nem használtam, gondoltam, hogy néha azért jó fog jönni esetleg egy ilyen videóhoz, hogy betenni magamat picibe, később talán fogom majd ezt alkalmazni. Na kezdjük a mai részt azzal, hogy történt egy baleset. Belém jöttek, és aki ugyebár is követ Facebookon, mindig ha van valami aktuális, akár szerviz probléma, vagy baleset, vagy árukár, vagy mit tudom, akármi, hogyha netán úgy adódna, akkor én mindig ezt közzé szoktam tenni, szinte azonnal. Jó, tehát ezért érdemes esetleg a Facebookra is felnézni, akinek van. Na mi történt? Mentem az autóval, szerencsére van most már a kamionomban egy fedélzeti kamera. Ezt én a MediaMarktban vettem, mi ez a Provigo, vagy Provigo, szerintem teljesen mindegy, 20 000 forint volt, és akkor az állandóan megy. Jó, ez be van téve, hát HD-ra, de teljesen mindegy, tehát ezt nem használom, de most milyen jó volt visszanézni, hogy mi is történt. Kár, hogy ahhoz nem lehetne ilyen sebességet hozzátenni, hogy valóban mennyivel mentem. Tehát az történt, mindjárt meglátjátok majd a videót, hogy elindultam a svájci határól, egész pontosan Szent Margrethenből, és picit a baleset előtt fogom nektek bemutatni az eseményeket, hogy lássátok, hogy lámpánál indulok el, 40 tonnás vagyok, ilyen fólia tekercsek voltak rajtam, és tehát ahogy elindulok, látjátok a sebességemet, helyek közül 35-40 km/h. Meglátom a gyalogost, én éppen egyébként Bluetooth-on beszélgettem az egyik ismerősömmel, és mondom is, hogy így gyalogos. És ugye én nem csak az az ember vagyok, aki pofázik arról, hogy én a gyalogosodnak elsőbséget adok, én mindig egyébként. Teljesen mindegy egyébként, hogy állsz meg, mindjárt mondom is nektek a szabályt. Aki ezen fennakadnak, követési távolság, ugye, amit én nagyon sokszor szoktam nektek hangoztatni, megállt a gyalogos, én pedig nézzétek meg, szépen fogom is megállok. Majd kezdjetek el számolni. Bam! Látszik egy ilyen lökés. Gondold el, mit mondtam, 35-40 km/h, és a személyi autós az másfél tonna lehet körülbelül, akkor hát megmozdul a kamion. Gondold el, ez ugyanezt az autópályán, amikor mondom neked, hogy úgy álljál meg a stauban, hogy hagyjál legalább egy kamionnyi távolságot. Azért is, hogyha baleset van, tudjál majd benne korrigálni, tehát jön például a mentő, a másik, hogy ne toljon rád az előtted lévőre. Ha mögötted lévő elbombolt, akár meg is hallhatsz, ugye volt erre példa, hogy egy Waberes-es srác így belehalt, mert megállt ő, csak a mögötte lévő már nem. Tehát hagyjál annyi esélyt, te életedről van szó, nekem mondhatni azt, hogy mindegy, bár nem mindegy, mert minden néző nekem számít. Akkor egy nézővel kevesebben van, úgyhogy ne szórakozzatok ezzel, ne legyetek személyautóval, főleg ne legyetek kamion között szendvics. Jó, tehát a személyautósoknál még fontosabb ez, hogy te még jobban várd meg, míg legalább egy-kettő megáll mögötted. Enni nem kell, mi a francnak nézve a másnak?
seggében ki akarod nyalnia, most érted? És ugye a követési távolság, ha most jól elgondolom, a csávónak fogalma sincs, hogy hol volt, tehát ő biztos, hogy ezt csináltam, hogy a kamion előttem, jó? És írok egy SMS, és bám, és belém jött. Na most a szabály, még hogyha én hirtelen is álltam volna meg, azt mondja ki, hogy neked úgy kell, akarnyi követési távolságot kell tartani, hivatalos leszek, hogy az előtted lévő hirtelen fékezése esetén is meg tudj állni. Tehát az, hogy én úgy döntök, hogy már pedig az a gyalogos át fog menni, vagy épp a kisgyerek kigurított elém a labdát, és én bevágom a féket, és te abban nyomorék leszel, tesó, senki nem mondta, hogy gyere be a seggembe. Én télen szoktam még annyit csinálni, hogy számolok a mögöttem lévővel, és azaz, pontosan ez, amit mondtam, hogy ne törjék össze a személyautónak az elejét, hátulját, hogyha látom, hogy már nagyon belém jött, mert agyatlan, nem kezdek el fékezgetni előtte, hanem én még hamarabb, tehát akkor még 100 méterrel hamarabb fog megállni a lámpánál, igen, mert nem szeretném, hogyha belém tolnának, belém jönnének nagyon. Jó, tehát nézzétek meg a videót, és döntsétek el ti. Na most én annyira meglepődtem ezen, hogy bár a felvétel jól látszik, hogy én azonnal kinyitom az ajtót, hát az emlékeimben nem igazán ez van, és ez nagyon érdekes, hogy amikor az emberrel történik valami, rettenetesen belassul az idő, és mindenre emlékszik. Akkor elmondom, hogy én mi történt ebben a pillanatban, hiszen azonnal kiszálltam, én is ezt látom, amikor visszanéztem. Én azt hittem, hogy másodpercig ott ültem az ülésben. Nem. Belém pukkant, összenéztem a biciklissel, nagy csesz, meg leszakadt a nyereg. És tőle, hogy leszakadt, hogy a pótkocsi, igen, tehát belejött a traktorba. Nem mondom. És ezen igen is gondolkoztam, hogy na, francba, bele sem mertem nézni a tükörbe, hogy, na, én biztos, hogy összetört a traktor. De utána gondolkozok, hát ez hülyeség, hát hogy szakadt volna le? Ejj, mondom, nem kötöttem le az árut. A francba. Összeborult. Na, mondom, most mit csináljak? De várjál már, nem is kellett kötnöm az árut, meg fólia van rajtam. Hogy a francba borul össze? És akkor így belenézek, hát ez ugye ez egy ilyen tized, azért mondom, rettenetesen belassul az idő, mire azt jelenti, hogy te nem tudsz ilyen gyorsan gondolkodni, hát dehogy nem tudsz. Belenézek, és akkor kezdett így elfolyni a hűtővíz, és azért mondom, tehát ez így a videón azt látod, hogy azonnal kiszállok. Kiszálltam, a mókus az, de meg se szólalt mondjuk is semmit, a mókus nyitja ki az ajtót, én döbbenten nézek rá, mondom, jól vagy? Beláttam légzsáknyi, stb., de hogy néztem egyből a testét, nem-e vérzik valami, lehet bejött teljesen szélvédőig ugye a személyautó. Ó, mondja, jó van, de már a kezében volt a biztosítási lap, a jogosítvány, nem, ez gyors volt, ez a csávó, mint a kezébe így vezetett volna, hogy össze fogom törni az autót. És azt mondja, hogy ne haragudjon, fúha, hát ez fú, nem mondta, hogy mit csinált. Azt mondja, ne, hát fú, elnézést kér. Na jó, hát semmi probléma. De mondom, tényleg jó vagy, jó? Hát na jó, akkor hívjatok a rendőrt, aztán kész. És szólt a biciklis, hogy ott marad, mert hát nem voltam hibás, kés. És a rendőr egyből azt kérdezte, hogy gyorsan fékezett, nem. Biciklis is mondta, nem. Nem erősen fékezt. Tehát nem is volt semmi érdekesség, kérdezte tőlem, hogy akarok egy mit is kérdezte, Unfallberechtigét. Ez egy ilyen jegyzőkönyvet. Például, hogy akarok-e. Majd fizetett a csávó 35 eurót. És mondom neki, hogy ne arra, ugyan, te fizetsz még a izé, balesetért 35 eurót? Nem, hanem van ez. Egyébként nem ad semmit. Mondtam, elmentem, pont ott volt egy spárát, mentem, átváltottam a pénzt. Mondtam, hogy 36 eurót kér. 36 eurót kifizettem, és arra adott egy blokkot, papírt még így sem adott, de mondta, hogy postán lehet majd átvenni, illetőleg e-mailben lehet ezt kérvényezni, ezt a jegyzőkönyvet. Tehát tudjad, más a rendszer idekin, mint odahaza. Ugyanúgy a francia, egykor ugye a szarvas esetén sem adott. Jó.
Ki ilyenkor, a hülye kérdéseket egyébként úgy szeretem, amikor jön az, hogy ilyenkor levonják. Mit vonnak le? Hát én csináltam? Nem. Mi lesz ilyenkor a pótkocsival? A pótkocsimmal azonnal mentem a telephelyre, amikor eljöttem a személyautóra, én megnéztem, hogy nehogy leessen ugye a lökhárító. Nem, maradt fixen, csak ugye alá gyűrődött, a rendszámtábla befordult, mondta a rendőr, hogy ha tudom, húzzam már ki, nem tudtam, majd mondtam, megyek a Transconához 5 km, azt mondja, jó rendben. És azonnal szervíz, és ott azonnal le is cserélték. Tehát rá a balesetre, rá egy órára már teljesen nem volt semmi látható a pótkocsi. Na most neked ez külföldön történik, ugyanez lesz a menete, hogy el fognak téged küldeni egy szervízbe, és ott azonnal megjavítják, ugyanis te így törött lámpával, meg ilyenekkel, te nem közlekedhetsz. Mondjuk egy lámpád, ha még működik, szerintem egyel, mint ahogy ekkor ugye a szarvasnál engem is elküldött, cége válogatja. Ha egy lóg a lökhárító, meg ilyenek nem, akkor szerintem azt le kell onnan eszkábálnod, beteszed a pótkocsi, a plomba van, akkor hülye kérdés, ne tegyünk fel, kinyitod, beteszed a lökhárítót, vagy a hátadot hagyod az útszélén, de az meg már szemetelés, és elmész az első szervizbe. Tehát nem vonnak le tőled semmit. Na nézzétek, csak itt írja már a Vémárszi parkolót, hogy 5 km komplet. Betonplac. Nem tudom, nekem van egyébként csak ettől mániám, hogy szeretném kinyitni a szemem, és legalább két fát lássak meg. Erről beszélgettem így a kollégámmal, hogy mondja, hogy jó, izé, nagyvárosban. De mondom, mi jó jobb, hogy egy autóriasztóra, meg két puskalövésre izé, ébredsz. Most őszintén. Nem jobb modern csicsergésre. Figyelj, a Vémárszról azt tudja, az egy gettó. Tehát egy nagy parkoló, nekem nagyon rossz emlékeim vannak ott. Nincs is megrakva. Hát figyelj, ilyenkor, hogyha ide jönnek, nincs kiírva. Látod, hogy ezért, hogy tilos. Szerintem magának ennek az ipari farknak ez a parkolója. Az egy bulgár, ez meg egy lengyel. Beállunk ide. Legszélre, ó, de szép. Látod, és ott a járda. Hétfő reggel van, 7 óra 12 perc, és akkor elmegyek futni. Én szerintem befutok Vémárszba, úgyhogy sajnos megint nem sikerült terepen futni, hanem aszfalton. Na most a zuhanyzó, azt tegnap nézzétek csak, ez így ide lett készítve. Tehát úgy van rátéve a kannára, ott jön be az álló fűtés, és közvetlenül ráfújja. Ez jelenleg, ez mondjuk úgy, hogy forró. Hát mit mondjak, igen, csak csípős ez a mai reggel, jól bemelegítettem. De azért rendesen hideg van. Eléggé gyenge volt a mai tempó. 5,5 km, majdnem 6 km lesz a terv, de hát 6,17-es tempóval jövök. És fáradok, nem tudom miért. Eleget pihentem, eleget ittam. Hát az egy ilyen nap. Lehet a reggel. Meg volt a zuhanyzás, nagyon jól esett a fürdés, nagyon jó volt a víz. Képzeljétek utána itt, hogy állok a parkolóban. Látom is, hogy jön egy autó, egy személyautó, így beborul idő mellém. Néznek. Ezek mit akarnak. Csak kiszállnak. Ekkora csúszlival. Nem mondom. De jó, nézzék voltak ezek a kommandósok. Beálltak ide mellém, meg a frigós közé, mert így állok most. Hát így parkolok. Ide az előbb így leparkoltak. Hát persze nem fogom felvenni az arcokat. Egyébként tudjátok mi a furcsa az egész, hogy totál ilyen fiatal srácok voltak, akik 25 éves korúak. Elővették itt a távcsövet. Valamit itt a mögöttem lévő cégnél. Így nagyon itt azt a kamiont kerülgették, és konnasúnyin figyeltek, valamit még fotóztak is, és akkor most elmentek. Hát, sajnos ez a mai világ, srácok. Tehát itt Párizsban, nem tudom, ugye most ezt ki tudja, hogy jöttek valakiért. Tehát persze, aki gondolom benne van valami bandában, az is valamilyen szinten dolgozik. Most is súnyiskodnak mögöttem. Nem mondom, hogy milyen autóval vannak. Ez sima civil autóval. Hát, csak tudod, ez így fura. Nekem nem szeretnék egy ilyen világban élni, ahol itt ilyen csúzis emberek. De hát sajnos ez felé a világ felé haladunk. Egyébként tudjátok, még gondolkoztam, hogy volt ez az elég sok ilyen terrortámadás, hogy mekkora király gyerekek ezek a, nem tudom, ilyen jó érzés rájuk nézni. Kigyúrtak, ilyen normálisak, egy férfiak, így van, de fiatal srácok, de férfiak, és kezében a csúzlival, nem is a fegyver érdekel, hanem az, hogy olyan tekintély parancsoló a megjelenése. Én ha ma előről kezdhetném az életemet, én szerintem kommandós lennék. Vagy legalábbis nem próbálnék bekerülni. Ez szerintem tök királyság. Ilyen rohamosztogosnak lenni. Tenni valamit az emberekért. Sok ember így azon gondolkozik, hogy iszom itt a kis kávémat, élem a kis mondjuk úgy szaros életemet, és azt se tudom, hogy mi fenterem az egész. De nem, hogy ők meg
éppen mivel keresik a kenyerüket, hogy nem is azért csinálják le a pénzt, hanem azért pont, hogy én így tudjam inni nyugodtan a kis szaros kávémat. Végeztem a lerakodással, és mennem kell Lille-be rakodni. És akkor megyek fel Liverpool környékére, és annyi érdekesség van benne, hogy szerdai lerakó. Hát most nem azért, de én szerintem majdnem, hogy ma ott leszek. Nem tudok hamarabb lerakodni, mert ez olyan hely, hogy termines és felesleges. Na, viszont akkor így kitalálunk valami jó kis programot. Történt egy baleset. Egy picit beljebb húzódunk. Baleset, csak valami szikla. Láttátok a hidat? Nem láttátok. Levitte valaki a hidat? Beleakadt egy kamion? Vagy valami? Hát kamion, persze. Az kemény? Hát, pedig ez nem kicsi híd. Nem tudom. Ez mostanában történhet, de majd megkeressük. Mindjárt, hogy... Jó, most már várjunk egy picit, mert... Hogy összemenjünk itt valakivel. Ezt hogyan lehet elérni? Hát vagy angol pótkocsiban, vagy... Nem tudom, elég magasnak tűnik. Tehát azt akartam mondani, hogy esetleg ki volt emelve, de hát még az úgyis... Hopp, ott áll, nézd csak. Ott a bűnös. Hát ott a darut. A daru beleakadt. Aha. Nézzük meg. Létezik? Az, aha. Az beleakadt a daru. A markoló része, vagy hát a... Minek hívják? Csukló része. Mert én azt gondoltam, tudod, hogy valaki felvették pótkocsit, és tudod, akkor ki van-e kiszintezed, felszintezed a húzót, és hogy nem-e az akad bele, de hát... Hát ilyenkor, nézd, ez az autószállítás rejtélye, hogy én szerintem ezt le kellene mérned, amikor ilyen árut veszel fel, te speciális áru. Nem tudom, hogy magát a markolót, ugye gondolom, akkor más helyzetben, pozícióba kellett volna állítani. Ez van. Van ilyen is. Nagyon veszélyes, igaz? Végeztem is a rakodással, és belehúzok, mert ugyebár is 4 órakor beáll Lille, 3:45 van, 128 kilométerre van Calais, azt mondta a Góri, hogy akkor mehetek vonattal. Nagyon jó, rácsodálkozott, hogy ma, persze, hogy ma. De ugye nekem az volt egyébként a feladat hétvégén, hogy annyi időm legyen, hogy Lille-ig legalább eljussak. Hát én eljutottam a lerakóig, ott csináltam a hétvégi pihenőmet, így teli idővel kezdtem ma. Úgyhogy ez alap, úgy gondolom. Most haladok el Dönker mellett, és itt van mellette a menekültábor. Egy vadonatúj, ilyen faházakból épített, hát ilyen bungallók. Mint amit láttunk, ugyebár is lehetett látni például így a hírekből, hogy a törökök ilyen sátortábor. Itt a pálya mellett fákból, vagy fából, faházakban laknak a menekültek. Így távolból úgy nézett ki, hogy teljesen kultúrált módon. Ez már ugye azért normálisabb, tehát ne ott témferegjenek az úton. Így ezt most nem tudom megítélni, hogy ez zárt volt, vagy ki tudnak-e mászkálni, vagy hogyan történik. Remélhetőleg így azért Calais-ban most már nem lesz nagyobb balhé. Nézzünk meg ismét egy vonatraállást. Régen jártunk már erre. Néha meg kell ismételni ezeket a dolgokat. Módon, ahogy tanultuk. Na most ott az a sárga izé rész, most ez szűkösebb lesz.
Itt középen, hogy le tud a szakadni, mondjuk a lökhárítót, de szerintem annyira nem tudsz kimenni. Rálesz vagyunk itt, igaz? De nem, hát de most érted, hogy így hogy tudna beleakadni? Nem tudom. Ennyi. Tehát itt, hogyha neki mész, egyébként simán lepatkázol. A lelket kirázza belőlem. Igen. Megászott. Ja. Tegyek bele nektek egy kis angol közlekedést is, tehát átérkeztem Angliába. És az a mai program, hogy én mindenféleképpen először is elmegyek a kedvenc helyemre, a Tescohoz, bevásárolok, amennyiben viszont ott ki tudok venni egy 9 órás pihenőidőt, ugye emlékeztek, mutattam az egyik videóban a bulgárok beállva, ha nincs már hely, hogyha van hely, akkor ott leparkolok, kiveszek egy 9 órás pihenőidőt, és akkor viszont angol idő szerint reggel vagy hajnal 5 órakor tudok tovább indulni, bár nem kell sehova sietni, hiszen holnap még csak kedd van, és nekem szerda hajnal 5-ös terminem van Liverpool környékén. Liverpool ide helyen közel 400 km, tehát maradjunk abban, hogy 5 óra vezetésre vagyok. Oké. Kiveszek egy pihenőt, holnap viszont időben elindulok, hogy ne kell legyen stóban állnom, majd amikor reggel jön az a csúcsidő, keresek egy helyet, elmegyek futni, áttörőközök, majd elmegyek egy benzinkútra, lezonyozok úgy Angliában, 90%-ban ingyenes. Problémamentesen megvolt az éjszaka. Egyébként, ha látjátok, akkor tükröződik így a Barcelona jel. Nem egészen zavaró, vagy legalábbis engem nem különösebben zavar. Úgyhogy akkor megindulok felfelé, mennyi az idő? Tehát ahogy mondtam tegnap, angol idő szerint 5 óra van. Ide le is cuppantom a kamiont. Én viszont nem állok fel így a patkára. Tökéletes hely. Bemelegítek, és itt a járdán elfutok a folyóig, amit, hogyha itt láttok a navigáción, meg is mutatok nektek, hogy mennyire van. Következő megfordulási lehetőségben nekem meg kell fordulni, tehát ennyire vagyok. Így. Ez körülbelül 500 méter, egyébként ott nagyjából ott a fáknál van a folyó. Melegítsünk be, takarodjunk el futni. Amint sikerült magunkat rávenni, hogy elinduljunk, bemelegítsünk, akkor csapassuk. Megérkeztem a benzinkúthoz, még 77 km a lerakó, úgyhogy sehova nem kell siessek, még csak fél kettő van. Elég hülyén szokott itt lenni a parkolás. Free parking for 2 hours. Arra a karavánoknak, látod, tehát ilyen dupla sor. Dupla sor van, ami azt jelenti, hogy ha te beállsz a hátsóba, akkor jól látod, akkor tudsz innen így kimenni, hogyha elment az előtted lévő vagy, fogod és kitolodsz. Frenetikus parkolás. Úgyhogy azt tudod csinálni, hogy beállsz. Akartam mondani, hogy betolodok. Ennyi. És mindegyik tökéletesen parkoló. Látod? Ez már England. Aha, ez lesz a mi helyünk. Nem is. Ez itt szerintem könnyedebb. Válasszuk a könnyedebb, bonyolítsuk mindig. Ágyan jó. Ide a szemüvegét tisztogató fiatalember mellé. No, elsőre nem találtam, de itt van ez bent a WC mellett. Csak nincs kírva rá, hogy zuhanyzó. Ezt az ajtót így benéztem. Hát egy ilyen. Még ez így hagyja, elég normális. Ingyenes természetesen. Úgyhogy ilyen helyen van lehetőség, két zuhanyzó van. Végeztem a lerakodással, reggel 5 órakor nyitott a cég, angol idő szerint én reggel 5-kor ott is voltam az irodánál, és ment is pikpak a lerakodás, magamat kellett egyébként lerakodnom, és most pedig mehetünk fel pótkocsiért a szokásos állandó helyünkre, majd több mint valószínű, hogy Hullból fogok hajókázni, és akkor holnapra kell lenni
Venlóban. Tíz kilométerre vagyok az első lerakótól, ez egy bevásárlóközpont lesz. 7 óra 55 perc van, itt vagyok Hannover mellett. Szoktam nézni, hogy mit csinálnak a sofőrök egyébként, amikor ülnek a dugóban, a legtöbbi az a telefon. Tehát annyira megy ma ez a telefonos dolog, hogy hihetetlen, négyen ülünk a kocsiban, négyen nyomkodják a telefont. Na igen, egymással beszélgetni már luxus. Hát a telefon, ez is, ez eszik. ez is telefonál, á? Telefonál, mindegy. Király. Az rágyújt, hála jó Istennek, egészségedre bátja. Megérkeztem a városomba, 2 kilométerre van a Marackis csávó, úgy van. 2 kilométerre van a lerakó. És átjöztök velem egy ilyen belvárosi részen át, ez egy kisebb város, úgyhogy nem kell tőle megijedni. Németországban is, meg hát szerintem Magyarországon is ugye nagyon sok városnak csináltak. Hogy csecsó. Dankezer. Ez is ritka, hogy ennyire előzékenyek, de... Igen. Tehát, hogy sok városnak ugye megvan az elkerülője. Ilyenkor, hogyha ilyen behajtani tilost látsz, akkor ugye ez az oka például, hogy... Hogy? Mert van elkerülő. Egyébként régen láttam már olyan plakátokat, vagy jobban transzparens, bár igazából általában a választások előtt szokott ez gyakori lenni, hogy Raus. LKV Raus. Vagy LKV Fahrer. Általában is inkább LKV Raus. Kamionok, takarodjatok! Magyarán. Egész pontosan. Tetszenek egyébként ezek a német városok, hogy olyan rendezettek. Azt megfigyelitek, hogy nem igazán van olyan ház, hogy peregne le a vakulat. Ez nekem valahogy egy kicsit olyan biztonsági érzetet ad. Hát vannak itt is persze dolgok, hogy ne. A nagyvárosokban azért megy a bűnözés rendesen. Valami azt sugja, hogy nekem itt nem nagyon kell majd kapkodnom. Azt mondja, hogy balra menni tilos, nézzük. Ilyenkor azért rásasolok. Már pedig balra fogunk menni. Fogok menni. Anleger Frey, az van kiírva, de hát egyértelműen ez a mi utcánk. Ilyenkor pedig igyekszünk ugyebár is ide az érzékelőhöz, hogy váltson a lámpa. Ha váltana. Mit hozok? Fú, valamilyen... Milyen esztergagép... Á, nem esztergagép hírség. Valami gépeket, nem tudom. És a dobozából láttam, amit láttam. Szét van szedve, és a raklapokra van pakolva, de dobozokban van. Csak van az egyiken egy kép, és abból valami. Olyan, mint tudod, egy ilyen vágógép. Csak úgy adja magát itt a futás, igaz? Remélem nektek is ez jutott eszetekbe. Tehát nagyon királyek ezek a házak. Olyan kis csendes, kis nyugodt. Tetszetős. Na, és elvileg... Aha, itt van valami. Ülj, mennyi kamion van ott. Mindjárt mennyi kamion. Aha, akkor ez nem áruház, de itt megyünk be. Látok? Nem. Nem itt megyünk, jó. Bocsánatot kérünk. Én ezt nem tudhatom, hol a bejárat. Jó, akkor megérkeztem. 3 kilométerre van a második lerakó, tehát Góri azt mondta, hogy próbáljak meg mindenképpen lerakodni. Ha nem megy, akkor meg ne idegeskedjek rajta. Ezt is hozzá szokták tenni, tudod, hogy ne verd ki itt a balhét, holnapi lerakó lenne egyébként. De én úgy gondolom, hogy a Deutsche Bankot nem hiszem, hogy ma be fogom próbálni. De ezt majd meglátjuk, jó? Kezdjünk először ezzel. 13 óra 55 perc van. És hát az időjárás az egyre katasztrofálisabb. Volt, hogy jeges eső, szakadó eső, utána gyönyörű napsütés. Itt 5 kilométerre még sütött a nap, nézd meg, itt megint be van borulva. Egyébként ez mekkora már nem, hogy a kamionosnak a legnagyobb terhez
Tud menni futni, vagy nem? De az a jó egyébként, amikor így dolgozol. Itt viszont, ha itt ragadok, akkor jó eséllyel el tudok menni egy folyóparton futni, ugyanis a cég az majdnem, hogy egy folyóparton van, az ipari parkkal együtt. Úgyhogy ez egy jó hír, illetve nagyon szép itt a legalább erdő, bár Németországban ugye rengeteg van. Igyekszem egyébként puha talajon futni, de terheljem le semmiképpen a derekomat, hát most már ma illő lenne egy hetest. 4,2-esen nem vonatkozik, tehát erőltetni kell, mert ilyen formában, hogyha ez az időjárás még most betesz, nem tudom. Nehéz ez, tehát tényleg, amikor valaki legyint egy félmaratonra, legalább lássatok bele ilyenkor, hogy mennyi idő ez felkészül, mennyi teher, amire te majd lefutod a végén. És nekem ugye még ott a terv a 2 óra alatti idő. Össze fog az érni, nem kell ezen aggódni. Megoldom. Azt mondja, hogy IKEA van. Szeretek amúgy elmenni itt az IKEA-ba. Németországban rengeteg IKEA van, Magyarországon jól tudom, 1 darab. Én szeretek elmenni bolyongani, mászkálni, sétálni. Hát nagyon nem szoktam vásárolni, mert most itt a kamionban mit gyűjtegessem. De... Na jó, időtöltés. Jó, cégemet itt írta egyébként jobbra, úgyhogy ezzel nem lesz szerintem probléma. Csak egyenesen kell menni, és ezen az úton lesz elvileg. Ott már van bent egy. Ezt kiszúrtam. Hát én szerintem nekem nagyon ismerős, hogy voltam már. Meg az IKEA is, hogy itt van. Tehát én valami IKEA-s helyen, én már egyszer itt aludtam ugyanígy egy hasonló módon. Nézzük, mit mond. Aha, itt írja balra, akkor jól láttam, ott van hátul. Ja. Ez az itt is, hogy voltam egy furni is, én szerintem. Aha. Beugrottak az emlékek. Fú, mennyire a klapon van. 2-3. Itt már tudok is aludni. Végeztem a lerakodással, ez ment 10 perc alatt. Önmagamat kellett lepakolni, vagy magamnak kellett megoldani a rakodást. Annyit, hogy most van nálam egy ilyen doppelstockig emelő béka. Hát ilyen lábbal pumpálós, úgyhogy azzal kell leszedni a magasból a cuccot. No. Menjünk akkor be a Deutsche Bankhoz. Ez nem egy mindennapi, úgy gondoltam, ezt egy telibe dupla kamerával fogom rögzíteni, mert az ember nem minden nap pakol a Deutsche Banknál. Na most alapból már ez is holnapi lett volna, illetve a következő is, tehát én megyek, ameddig tudok. Nézd, ha van egy olyan táv, beszéltem egy kollégámmal, ő is vitt már Deutsche Bankot, közben az a külső kamera ledefizik fel be. Ezt megigazítjuk le, ha láttuk ilyet is. Így körülbelül. Tehát kollégám azt mondta, hogy ő amikor ment be Ulmba, ugyancsak Deutsche Bankhoz, ki volt tilva belvárosnál egy kamionnal, behajtani tilos délután. Tehát reggel 7-től 11-ig be lehet. Ha egy ilyen tábla fogad, akkor természetesen megfordulok, felhívom a céget, hogy ennyi ment, és ide leparkolok. 3,5 kilométerre van a cég, úgyhogy elkísérhettek végig egy ilyen belvárosi. Ez hogy mennyire belváros? Ez ugye a belváros. Aha, jó, mert lesz egy híd. Azt látom, azért hallgattam, a 4-2-es híd. Elvileg egy kamion jött arról, az mindig jó hír. 1500 méter múlva 4-2. Nézzük, hogy az lesz-e az. Igen, jó. Tehát akkor az már megnyugtató, hogy elvileg vasúti híd nincs. Híd. Elvileg az sem lesz. A hely egyébként az, fú, az nagyon ideális lenne, arra is elmennék futni, erre ki a folyóparton is, utána lehetne az IKEA-ban egyet nézelődni. Na, nem rohadok előre, én szerintem, ha ezt lerakottam, akkor megoldom a futást, jó? És akkor utána természetesen átárap még nekem Bremen-Hafenbe kell elmenni, fogalmam nincs, hogy mennyire van, ezzel majd ráérünk később foglalkozni. Tehát ilyen, ha megint egy kamion, nagyszerű. Én néztem egyébként már, persze én is ráizgultam a témára. Nem szoktam egyébként cégeken izgulni, hogy hol van, mint van, de amikor egy Deutsche Bankot kapsz, az ember csak megnézi, hogy sétáló utca, tuti vagy valami. Na most itt elvileg egy tó mellett, nem elvileg, tehát egy tó mellett van valahol, Koppa központ. Hát mondhatok egy címet, ilyet kiadhatok, mert ez úgy gondolom kutyát nem érdekli. Tehát Deutsche Bank Oldenburg, Stau, mint a sor, Staugraben.
Staugraven utca 10 szám. Jó? És Oldenburgban található. És én úgy néztem ki, hogy ilyen széles. Na most ez hogy fog kinézni, mert ugye nem egy ilyen rakodós hely, pénz nem szoktak nyergessel vinni. Több mint valószínű, hogy nagyon gyorsan, két palettán van, emelő hátfalak kell bohóckodni. Én ezt már megkérdeztem okosabbaktól, én nem tudom, tehát ezért belvárosban én annyira, hát voltam persze, de az, hogy ilyen hosszabb ideig mondjuk álljak egy út közepén, annyira nem. Ugye a hivatalos szerintem az úgy lehet, hogy biztonsági mellény van rajtad, szerintem ki kellene bójázni, legalább egy elakadási jelző háromszöget ugye kitenni, érted? Tehát, hogyha nem tudsz biztonságosan megállni, akkor én szerintem akkor rendőri segítséget kell hírni, akkor szólni kell ott valakinek, hogy hívjatok rendőrt, ez így balesetveszélyes, én így nem vagyok hajlandó rakodni. Jó, minden megfordult a fejembe, beszélgettem olyan kollégákkal, akik mostanában voltak, hogy mi a véleményük. Nekik is ez volt, tehát hogy ha meg lehet állni úgy, hogy mást nem veszélyeztetünk, hát ott több mint valószínűleg jöttek a kamionok, ha nem veszélyeztetünk mást, akkor annyira nem érdekel a dolog. És valószínűleg ilyen úton úgy lelököm. Nagyon gyorsan futva, hátra megyek, kibékázom, úgy tudom, hogy lent van mind a kettő, tehát nem kell bohóckodni a magas emeléssel. Hogy holnap jön a következő, ott már dupla békát kértek. Úgyhogy ez izgalmas lesz a holnapi nap, hogy kézzétek, mesélte nekem kolléga, addig beszélek nektek. Mesélte kolléga, hogy oda ment így egy ilyen útépítéshez, hogy nem volt, hát útépítés volt, de a céghez nem tudott elmenni. A 100 métert mondott, tök mindegy. Besétál a céghez, mondja, hogy meghozta az árut. Mondták, hogy jó, rendben, hogy ide kellene tenni. Jó, de nincs út. Jó, de ide tedd már le. De nincs út, ember, hogy repítsen be? Hát ők úgy kérték, hogy ide. Sász telefonált, hogy figyelj, ezt nem tudom megoldani, muszáj. Old meg. Szerintem, hogy egy óráig húzta, cibá, hát ez sóderen. Gondolom már ne békázni ezt a, még ráadásul hosszú raklap, és békázzát a sóderágyon. Jó, figyelj, néha ez már van ilyen. Most nálunk. Hát, aki azért jár ilyen építkezésekre, mi azért járunk, azoknak ez így belejöhet. Na, kézzétek a másik esemény. Nem meséltem nektek, mert szerettem volna tuti információt. Elvették a kollégámnak a jogosítványát. Ő egy erdélyi srác, és az történt, hogy nem engedte el a gyalogost. Idézőjelben mondom most, tehát nem... Ez közben vált a piros, láttátok? Vagy valami, láttátok, hogy be piros adott? Nem rám, de hát is kell, piros lett a sorompó. Vagy legalábbis a lámpa, nem a sorompó, le is zárta, figyeld. Az a kemény. Leverne a víz. Mi lenne? Ó, hát átszakítanám a korlátot, mindent. Nem tudom, hogy van-e benne érzékelő. Na, tehát figyelj, elvették a kollégám jogsiját azért, mert elvileg nem engedte el a gyalogos Romániába. Az kemény, hallottál már ilyet? Nem kamu, most nem parkolóról beszélünk. Tehát én még a személyzetéssel is beszéltem, hogy most akkor mi történt. Tehát figyelj ide! Ment a srác haza, neki egyébként egy BMW van, ment Romániába, és a gyalogos átkerülnél, intett a gyalogosnak, hogy menjél. A gyalogos meg ugye látta, hogy mozgásban az autó, intett neki, hogy menjél te. És elment. És a rendőr ezt észrevette. Vagy legalábbis ő azt látta, hogy a gyalogost nem engedte el. Ő ezt látta. Ment a pereskedés, azt hiszem egy éven keresztül ment a pereskedés, hogy hát nehogy már elvegyék a jogsiját ennyiért. És képzeljétek, elvették. Egy hónapra vonták be a jogsiját, nem volt otthon, büntetésük 2-re. Ez most nem vicc, ez nem kamut ma. 2 hónapra bevonták a jogosítványát, úgyhogy szabadságon is volt. Most fog neki lejárni lassan a Szabija. Hát annyi, hogy ugye ő is anyagilag úgy jól áll, tehát nem veti most meg, hogy jó érzés azért otthon lenni. Hát én is, én majdnem összetenném a két kezem, ahol az égiektől kapnék egy ilyen áldás, hogy jogsi bevonás. Ez tényleg egyébként, néha ez, akinek ez annyira szívenütő, én tudnék magammal mit kezdeni, ne aggódjál. Lenne mit csinálnom otthon. Horgásznék reggeltől estig. Na, kaptatok egy ilyen érdekes infót is, hogy nehogy azt tudjuk, hogy Magyarország milyen kemény ország sokszor. Egyébként annyit, hogy kollégámmal elmentem kirándulni, nem tudom, meséltem el, teljesen mindegy. Elmentünk kirándulni fel a Hochalpenstrasse, ez Feldkirch mellett található, alig várom, hogy elvigyetek oda benneteket, meg főleg magamat. És jöttünk visszafelé, és az alagútban a srác, hát a kollégám gyorsan hajtott, 80-et ment egyébként, 90-en nem volt felkapcsolva a világítás. Én gondoltam, hogy rászólok, hogy figyelj, szerintem kicsit lassú, de én nem szeretek így beleugatni másnak, tudod, két sofőr, mit tudom, nem szólok bele. És az alagút után ki is vett minket a rendőr, másfél kilométer egyébként, tehát kivett minket a rendőr, mosolygósan, beszél németül, persze a kollégám egyébként nagyon-nagyon szépen beszél németül.
És az a vigyorgás, te vigyorogva, lepszite ilyen, tudod, pacsi, oké, tesó, figyelj, 20-as, jó, tehát 20 euró. 20 euró. Magyarországon ez 30 ezer forint lett volna. Tök ilyen baráti, merre mentek, voltatok erre, arra, hol dolgoztok, tök ilyen happy. Nem ez lenne a normális, hogy megadod a rendőrnek a tiszteletet, nem azt érzed, hogy le akarnak húzni, elkövettem, jó, hát az a bűncselekmény, nem követtem, nem fizessek már 100 eurót. Nézd, elbambultunk, rendben, fizettünk, vagy legalábbis fizetett a kolléga. Igaz? Ennyi. De ez Magyarországon nekem nem tetszik, hogy azért figyelj, elbambulsz, tényleg most 50 helyet mész 60-nal és 30 ezer. Ezzel én baromira nem értek egyet. Ez így egyáltalán nem igazságos szerintem, mert mindenki hibázhat, és az a mai magyar, ja és osztrák fizetésről van szó, igaz? De ugyanez van egyébként németben is, úgyhogy van, tehát megvan ez, hogy kicsit mész túl, akkor kicsi. Viszont itt, hogyha nagyot mész túl, akkor repül a jogsi. Nem tudom Magyarországon mennyire repül a jogsi. Akkor vigyázzál, mert lehet, hogy túl kell, hogy engedjem. Nem is áll elvileg. Bizony, bizony. Azt figyeld! Fú, most én nem is figyeltem, hát te látjátok a kamerán, figyeld! De mit csinált a buszos? Vagy most a sze... Hát nem akarom elhinni, hogy kiforult el a kamion elé. Hát szerintem itt valaki nagyon... Azt a figyeld! Hát nem tudom. Na ezért jó a kamera, és ezeket szeretem visszanézni kamerán. Mi volt ott? Mert én el voltam a személyautó a fordulása, de a kamera ugye előre nézett a szemem hátra. Fú, de kemény. Hát a buszos nem volt szerintem a helyzet magaslatán, így nekem ezért leállni, és nem akarok senkit először is, majd az utólag látjuk. Hú, 1 kilométer. Ó, az nagyon sok tud lenni. Emlékeztek, voltatok már velem. Az utolsó 100 méteren is le lehet ám izzadni. Gatyában meg csavarjuk a vizet. Tó az már van. Nagyszerű. Folyó is van. Itt akartam volna futni. Vagyis nem, bocsánat, rosszul fejeztem ki, hogy itt fogok futni. Nem itt, hanem a folyóparton. Még gyűjtöm az erőmet. Ott megy egy kamion. Az már jó, vagy legalábbis egy billencs. Deutsche Bank. Ó, az lesz a legjobb, amikor ha lesz egy ilyen bokor is. Még a járdán is húzhatom. Figyelj, 2 óra 45 van. Ha 4 óra lett volna, szerintem már nem jövök be. Hát, de utáni csúcsban. Ne viccelj. Hát izgulok. Most te nem izgulnál? Itt be balra. Még egy tó. Billencs úr idejött. Landesbank, az is jó helyen van. Ezt már látom, ez valami ilyesmi lesz. Jó, addig még 2 sávon, az teljesen jó, lezárjuk az egyiket, mögöttünk bedugul minden. És az a legjobb, hogy végignézik, ahogy rakodok. Az úgy szeretem. Ah, ott is jön egy kamion. Jó, akkor ezzel már biztos, hogy nincs probléma itt a kamionnal. 280 méter. Aha, ezt néztem ki, igen, hogy itt van egy ilyen leállóságszerű. Strogaben egy, bocs, inkább kiteszem az elakadás előtt, aztán menjetek, csak kerülgessetek, úgy van, mert belefékezek, aztán csak áronkodni fogsz. Hotel. Hotel. Mi volt az? Nem emlékeztek? Azt mondja, Deutsche Bank 10. 4. 4, 6, ott a hotel, az a sarki lesz az. A lámpánál, ó, hát hol máshol, hát nem a lámpánál, de jó lesz. Baromi jó helyen, ott van. Figyelj csak, felmegyek a járdára. Nem? Ugye itt fogok állnézni, úgy nem fel tudom húzni. Fogok itt én cipekedni, hát hülye nem vagyok. De várjál, de először meg kellene tudni, hogy jó, akkor én figyelj, kiszaladok, jó? Várjátok egy picit, és megkérdezem, hogy mizó van. Végeztem a lerakodással. Hát megmondom, egy kicsit ettől jobban féltem, mint ami lett belőle. Akkor fívtam a góliát, azt mondja, hogy várjátok, hogy kell nem visszamenni. Nem lesz egy ez érdekes lesz. Elvileg itt kellene megfordulni balra. Az. Szerintetek visszatudok ott forrulni, tiltja valami. Tehát mondja a góri, hogy lerakottam? Na persze. Persze mi. És
nincs. Tényleg? Na tényleg, tényleg. Most mondom. Ja, így gyalogos. Kapcsoljunk egy külső kamerát is. És azt mondja, akkor figyelj, akkor hol a Bremerhaven. Jó, akkor legyen hol a Bremerhaven. Úgyhogy akkor gyertek, elmegyünk futni, jó? Azt, amit kinéztem, kóstod eltámadunk. Itt mi történt? Figyelj, tehát jöttek a munkások, igazából ők mutogatták, tudod, ahogy mondtam én. Ők voltak a mutogató emberek, ott nem lehetnek fordulni. Igen, neki van elsőbsége. Látom én, nyugi. Várjatok, kéne jöjjön egy személyautós. És hova vinnél te navigáció? Itt elülne jobbra, igaz? Jó, menjünk jobbra. Kerimbókázunk egy picit, mert vissza akarok oda menni arra a helyre. Nekem az szimpatikus volt. Úgyhogy így akkor mehetünk futni. Na, végre! Jó hírek! Aki ugye megy, csinálja, látod, ez megint csak önmagamat most ismételgetem. Ha hiába van hónapi termined, ne feküdjél már a kamionba, aztán héderelszad. Hát most mit csinálsz? Bár ez ugye a kérdés volt, sokan szerintem magadtátok rá a választ egyből. Sör, mi? Nem úgy van az, na. Köszönjük. Na és látod, hogy mi jött létre? Figyelj, 60 kilométerre van Bremerhaven. Na, mondom is nektek a programot. Ez a felhő. Itt be. Na, ezt... Na, várj. Na, ide könnyebb volt bejönni, mint akkor kimenni. Jó, mert már egyébként túl vagyunk a városon, most az maga miatt megyek vissza. Úgyhogy most a magam bohózkodását nézitek meg, hogy megyek vissza oda. Hát körbe megyünk, és nem az, hogy körbe, hanem itt nem megyek be sehol a lővinne. Itt mindjárt kérünk egyébként egy ipari parkba, mert igazából mindegy még. Hol futok folyóparton, nem? Vagy az szimpatikus volt, hogyha nem, mert be azt mondtam, hogy benéznék esetleg az IKEA-ba. Tehát ezt akartam mondani. Látod, van idő itt mindenre. IKEA-zni, shoppingolni, vásárolni, csak mennyi a dolgok után. Egyébként érdekességképp mondom, hogy reggel... Mikor indultam? 6-kor. 6-kor indultam. 6 órakor indultam, 15 óra 22-től nem álltam meg. Tehát 10 órája lényegében taposok. Jövök. Hát ennek ez a jutalom a végén, látod? Hogy nem álltam meg sehol, hogy gondold ide egy órával később, azt már azt nem tudod lerakodni. Vagy kettővel később. Jutalom az a vége, hogy délután 3-kor végeztünk, és már is van idő mindenre. Látod a zöldet egyébként? Tehát itt csak annyi, hogy szétnézel. Ez hülyén hangzik ilyenkor, de tényleg. És akkor jössz. Magyarországon, hát olyannal találkozol szerintem, hogy ott villog a lámpa, igaz? De ilyen, hogy jobbra kanyarodni mindig lehet. Olyannal szerintem annyira nem találkoztok. Itt a kikötő. Jobbra, azért. De szép ez a folyó. Látjátok azt a izét ott szembe? Rendesen ráizgultam. Mert mehetnék balra is, tehát innen most balra egy ipari park van, jobbra vissza a város, de ki vagyunk 100 méterre terrótó. Azzal beszél egyszerűen beforgatni. Csávó, figyelj! Ilyenkor szoktam nézni egyébként ott, hogy tapossák a féket. Ez nem, ez most a gázpedált. Jó. Ez a folyópart. Nem, egyébként nagyon megnyugtató folyóparton futna, még nem futott át, ott teljesen mindegy, hogy hol van az. Nekem egyébként tökéletes, egy holland csatorna is megteszi. De ott olyan másabb a talaj, a levegő jobb. Itt már írja az autópályát vissza balra, remek. Meg is érkeztem, és lássuk egyszer, itt ez a... Arra a város, arra az erdő. Hm? Menjünk az erdőbe, igaz? Ti is így gondoljátok. Így felfutok, a francot ott ki, és akkor itt el, arra. Oké? Okay? Jó. Akkor ezt megbeszéltük. Jó, én úgy gondolom, hogy... ezt az erdőt is megláttam. Fú, de menni, minden felé mennék futni. Na, ezt mindjárt megnézem a navigáción. Itt van egy már a folyó, ide ledobom a szekeret. Hórkocsik mögé mellé teljesen tökéletes. Én szerintem akkor én itt is alszok. Thank you.
6 kilométer volt a mai, elég jól elfáradtam, úgyhogy sikerült egyébként elég sokat futni terepen, tehát nem aszfalton. Itt a szép folyó mellettünk, menjünk, zuhanyozunk le. 14 kilométerre van még az utolsó lerakom, 7 óra 13 perc van, Góri azt mondta, hogy morgen frű, én azt pedig úgy értelmezem, hogy 7 és 8 óra között jelenjek meg a lerakón. Na most itt havas eső esik, plusz 1 fok van, és hála jó Istennek, hogy nem hoztam magammal téli ruhát. Ki a franc gondolta, hogy április 27-én majd itt havazni fog. Hát akkor a nagy baj már, úgy gondolom nem lehet, hogyha ipari parkban van. Bent vagyunk egyébként egészen a kikötőben. Tehát lényegében itt vagyunk az óceánparton. Ennyi. Majd, nem majd, jó, lemegyünk és megnézzük. Nem hiszem, nagy érdekesség lesz egy ipari park, illetve az óceán találkozásánál, de meglátjuk. Hát nagyon közel vagyunk egyébként innen, mondjuk így légvonalban. Dánia. Igen. Akkor essünk neki és lássuk, hogy mi a pálya. Van egy telefonszám megadva, persze a változatosság kedvéért, úgyhogy majd úgy kezd kibarkóbázni, hogy ki van, hol van. Aha, itt már kezdődik valami lezárás, a jó helyen kezdünk járni, úgy érzem. Bár amúgy nem jöttem ide tegnap, de el tudtunk volna sétálgatni. Hát ez van. Nagyon jól el voltam ott, úgy elfeküdtem, hogy hihetetlen. Na nézzük, elengedjük a mögöttest. Tesszük az alakadási jelzőt, remélhetőleg feltűnik neki. Mész. Aha, most vesz észre magát, remek. 16, én a 8-nál járok. 10. Ez lesz az, látjátok? Itt van kitéve a sok izé. Aha. Ez az. Jó. Aha, itt kell ezt behúznom biztos. Nagyszerű, jó, megjöttünk. Akkor csináljuk azt, hogy itt én megtekerem. Így. Legalább láthattok, hogy milyen a kikötőben. Következő, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, aki adta a tippet. Korlátlan internet Európában. Címszóval nem feltétlenül igaz, de mégis igen. Na, hogy néz ez ki? Sri. Ugyebár is régen volt ez a úgynevezett dry, ugyanarról van szó, a dry Ausztriában, hogy veszel egy ilyen kártyát, és akkor 5 országban tudod használni az internetet, bár arra nem emlékszek, azt szerintem az nem volt korlátlan, de működött valóban. Olaszország, Németország, Ausztria, talán Svédország, meg Anglia, talán így volt ez valahogy, teljesen mindegy. De ez megszűnt. Én ezt megkérdeztem, valóban ez megszűnt. Maga a dry van, de ez az 5 országos dolog megszűnt. No, viszont Angliában nem. Bár érdekes egyébként, mert én ezt annó megkérdeztem már egy angol ilyen telefonos boltba, hogy ez erről mit tud? Nem, hát angol kártya, hát az Angliában működik, gondolta ő. No, ti mondtátok viszont nekem a tippet, és teszteltem. Működik. Úgy néz ki, hogy bemész a Tesco-ba, ugye van egy ilyen videóm, hogy angol internet, egy pár perces, nézd meg, ott bemutatok például egy Tesco-t, bemész, ott van a pénztárnál, leveszed a kis SIM-kártyát, egy fontba került, tehát legyezünk ki 4-es 150 forintba, kifizetted, semmi személyi, semmi nélkül, elmentél, szavasz. Nagyon egyszerű lesz a regisztráció, meg minden, amit meg kell csináljál, feltöltöd vagy itt a pénztárnál, vagy egy benzinkútnál, please top up my 3 account with, hát 30 pounds, tehát 30 fonttal töltsd fel.
ezt egy ilyen kódot kapsz, ott van, hogy mindegy, ezt nem menjek már rajta végig, nem vagy te buta, meg fogod tudni csinálni, feltöltöd egy sima, mint egy feltöltős kártyát. És utána vannak a csomagok. A 25 fontos csomagot válasz ki, az azt jelenti, hogy 25 fontért, tehát durván egyezünk ki 10.000 forintban, egy hónapig, tehát 30 napig fogod tudni használni Angliában, eddig, ahol én teszteltem, Angliában, Franciában, Ausztriában, Olaszországban, és ez valami oknál fogva még Svájcban is működött, tehát már 5 országban korlátlan interneten van. Angliában gyorsabb, míg az összes többiben lassabb. Én ott telefonról használom, gépről valamiért ott lassabb, telefonról viszont figyelj, nekem egy a lényeg, telefonról kontaktom van, mindent tudok böngészni, küldözgetni, videókat, hosszú videókat, ugye nagyon-nagyon WhatsApp-olunk, mindjárt mondom a WhatsApp-ot is. Jó, tehát ajánlom nektek ezt a Street. Hátránya, hogy lehetne tölteni ezt bankkártyával, tehát van egy ilyen opció, hogy fel tudod tölteni, bárhol vagy. Igen ám, csak hogy kéri az angol lakcímmel rendelkező bankkártyát, magyarán, a magyarodtal nem tudod tölteni. Mi a megoldás? Szinte biztos vagyok benne, nagyon jó az a tükör, erről is fogok nektek beszélni, hogy van pofázni való mindig. Tehát van ismerősöd Angliában, és akkor megmondod neki, ugye, hogy fizessen már neked egy ilyen 25 fontos dologra be, majd átutalod neki a pénzt. Ilyen egyszerű, vagy pedig jön ide jössz Angliába. Én úgy fogom, például most én veszek két feltöltést. Tehát kettőt külön, megveszek, azt egy évig tudod becsekkoltatni, hát két napon belül úgyis felhasználom, és akkor fel tudom tölteni, bárhol is vagyok. Jó, tehát Sri-re akkor fel. No, WhatsApp. Mi ez a WhatsApp? Figyeljetek, odahaza azt hiszem a Viber az elterjedtebb. Na most a Messenger az annyira katasztrofális, hogy én szívem szerint már most letörölni a Messenger. Tehát nem is, már igazából csak veletek, aki még privátban szokott nekem írni, vagy ugye a kamionos oldalon, a több mint kamionoson szoktam még ugye beszélni, mindenkinek kivétel nélkül hangüzenet. Ennek nagyon meg szoktatok örülni, hogy hangüzenetben kapjátok a választ. Persze hát beszélgetni nekem nincs időm, de hogyha olyan kérdés merül fel, akkor azonnal tudok nektek válaszolni, főleg így, hogy van állandóan, szinte állandóan internetem. Németországban továbbra is az O2-t használom, tehát idekint külföldön, itt a WhatsApp az elterjedtebb. Például a Viberrel nekem az a baj, hogy maga a kezelőfelülete hasonlít a WhatsApphoz, de nekem unszimpatikus nagyon, illetőleg ott nem tudsz ekkora mennyiséget küldeni, mert itt a WhatsAppban én eddig azt a 3 perces hangüzenetet már küldtem, amit például Messengerben nem tudsz csak 1 percet, Viberben csak 1 percet, videóüzenetet a Messengerben 15 másodpercet, a Messengerben igen 15 másodperc, a Viberben ott nem tudom, ott is valami kevesebbet, itt viszont megint azt hiszem 3 perc körüli videó volt az, amit el tudtam küldeni, baromi jó. Nagyon-nagyon jól küld az üzeneteket, még a Messenger nagyon sokszor visszadobja, a Viber is visszadobja, addig ez a WhatsApp az nekem nagyon-nagyon bejött. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, és innentől kezdve, ha van interneted, ugyebár akkor teljesen ingyen tudsz igazából telefonálni is, mert telefonszámot kell megadnod, így nem fognak zavarni azok, akik például a Messengerbe, ugye, hogyha ott nem lehet offline-nak lenni, tudtom ma, így viszont itt csak azoknak adod meg úgyis a telefonszámodat, és azokkal leszel kontaktba, úgyhogy WhatsAppolunk. Na nézzük ezt a kis tükröt, kérdeztétek. Tehát ez itt Angliában, avagy szűk helyekre bemenetkor veszedelmesen jó, tehát én abból belátom az egész teret. Ez egy ilyen, így beszűkíti, tudod, a látóteret, és baromi jó, mert mindent látsz belőle. Na most van, akinek zavarja a szemét, mert én véleményem az, hogy ugye ott egy tükör, tehát hogyha arra elnézel, 1, 2, 3, 4 tükör, plusz egy látótér, plusz még az. És szerintem van, akinek egyszerűen az agya ezt nem képes felfogni, és zavarja. Vagy rossz helyre teszi, alulra tedd be, ez simán fel van egy ilyen, nem ragasztó ez, de így nagyon erősen rátapad. Azt hittem, hogy például lehúzom az ablakot, akkor az ott el fog tűnni, nem? Az ott marad. Például a Horváth Rudolfnál azt mondják, hogy ingyen dobálgatják. Hát én nekem azt hiszem 10 fontért vettem, szóval egy drága volt, de például a Konvoj kamionshopban úgy tudom ott is van. Nagyon jó. Nagyon-nagyon ajánlom nektek. Odahaza láthattok még ilyet személyautóknál, ez a holtér látó tükör, ugye nevezzük így, hogy a hátul látod a patkát, ameddig tolasz. Nagyon jó, mert nagyon sokszor, tehát a holtteret látod vele igazából, melletted áll egy autó, látod vele. Tehát lelátsz egészen. Például most kinézzünk oda, ugye? Nem tudom, most jó vezetés közül így nem akarok nagyon belemélyülni. Tehát ott te azt látod, hogy a fűnek a tetejét látod. Én látom egész ezt az utat, amit megy mellettem. És baromira király.
Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy aki érdekel, szerezzen be egy ilyet. Smoke weed every day.